A Borsod-Abaúj Zemplén megyei rendőrfőkapitányság legújabb baleset és bűnmegelőzési kampánysorozatának nyitányát tartották meg Miskolc egyik legforgalmasabb kereszteződésében. A rendezvény és az egész kampány célja, hogy felhívja a figyelmet az élet törékenységére, illetve arra, hogy milyen módon védhetjük meg életünket, hogyan tudjuk legnagyobb valószínűséggel elkerülni azokat a szituációkat, amelyek közlekedési balesetekhez vezethetnek, vagy amelyek révén bűncselekmények áldozataivá válhatunk. Ez a baleset megelőzési kampányunk azonban ez nem csak kifejezetten most erre a gyalogos átkelőhelyekre fókuszálna, hanem általában véve a közlekedésre, illetve hát ezen túlmenve egyébként a bűnmegelőzésre is. Ezen most a szlogenünk a törékeny élet. Talán most már elmondhatom, hogy ugye a táncosokon lesz majd egy póló, amelyen egy rendszámtábla lesz, és két EKG-jel közé beszorítva egy törékeny élet felirat látható majd. A rendőrség számára mindig is nagyon fontos volt, hogy az életnek a fontosságára, egészségünk megőrzésére odafigyeljünk, és hát ezért létezik tulajdonképpen a megelőzés a rendőrség szervezeti keretén belül. És most egy olyan kampánysorozatot kívánunk elindítani, amellyel erre fokozottabban ráirányíthatjuk a figyelmet, és hát próbálunk renitens eszközök köz nyúlni, tehát amely nem egy megszokott forma, amikor valaki a mikrofon elé is elmondja, hogy hát bizony mire kell vigyázni. Azt gondolom, hogy ez már nem elég a mai világban, hanem próbálunk szokatlan eszközökhöz nyúlni, és hát ez a flashmob, amelyet most látunk, vagy láttunk, ez azt gondolom alkalmas arra, hogy felkeltse az érdeklődést. És hát reméljük, hogy nem fognak azért sokan szidni bennünket, már mint közlekedőkre utalok, hiszen Miskolc egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján vagyunk. Azonban azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy olyan helyszínt kellett, hogy válasszunk, amely már önmagában a forgalomból adódóan is egy olyan helyszín, amely kellő hangsúlyt ad ennek a mi megelőzési akciónknak. Mi mindenféleképpen fogunk arra törekedni, hogy minél kevesebben sérüljenek meg, illetve hát, hogy minél kevesebb halálos baleset legyen. Ha lehet, akkor ezt a legminimálisabb szintre tudjuk redukálni. A zene és a tánc egy olyan közvetítő közeg, amely hatékonyan adja át a megyei rendőrfőkapitányság által megfogalmazott törekvéseket. A megelőzési kampánysorozatot Miskolc megyei jogú városa támogatta, amely az egész nyári időszakban tart, ennek a záró rendezvényére szeptemberben kerül sor.